A regionális operatív program keretében több pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Az egyik a vízfolyás rendezéseket érintő, már támogathatónak találtatott. Hol, milyen munkálatokat végeznek el, a beruházások mit jelentenek a vízfolyások mellett élők számára? Köszöntöm nézőinket, s mai háttérműsorunk vendégét, Pece Jánost, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjét, akit többek között ezekről a kérdésekről faggatunk. Vízfolyás rendezésről beszélünk a pályázat kapcsán. Mit jelent ez a maga a fogalom? Hát a vízfolyás rendezéseknél, ezeknél a pályázatoknál egy újszerű elképzelések, a mai kor igényeit kielégítő vízfolyás rendezésekről kell, hogy beszéljünk. Ugye korábban a mérnöki gyakorlat az volt, hogy elsősorban a vizek kártértelme nélküli levezetését tartották a legfontosabb feladatnak, túl szabályos medreket alakítottak ki, egyeneseket, egyenes partokkal, depóniákkal. Ma ezen a szemléleten változtatnunk kellett, ami kihívás nekünk is. Az ökológiai igények figyelembevételével próbáljuk már kialakítani ezeket a medreket. Megpróbálunk az élővilág számára olyan lehetőséget biztosítani, hogy a biodiverzitás kialakulhasson ezeknek a medreknek a mentén. Ugye ezt magyar lefordítva talán úgy fogalmazhatjuk meg, hogy legyenek benne gyorsabb folyású szakaszok, legyenek lassabb folyású szakaszok a vízfolyás hossz irányában, átjárható legyen a vízfolyás, tehát a halak akadály nélkül eljuthassanak a felsőbb területekre, legyenek árnyékoltabb részek, naposabb részek, legyenek mélyebb vízterületek, legyenek sekélyebb vízterületek, és mindezt természetesen továbbra is úgy kell megoldanunk, hogy hát a megfelelő vizeket, tehát az érkező vizeket le tudjuk vezetni károkozás nélkül, és emellett még a gépi fenntartást is biztosítani tudjuk. Felvezetőben is beszéltünk már arról, hogy egy komoly pályázati forrást nyertek. Mely vízfolyásokat érinti, és mekkora összeg ez a bizonyos támogatás? Igazgatóságunk Baranya és Somogy megyére nyújtott be pályázatokat. Somogy megyére a Rinya vízrendszerrel kapcsolatban állítottunk össze egy pályázatot, ez három vízfolyást érint, mindegy 40 km összhosszúságban. Szintén Somogy megyére a Dráva és a Muratorok rendezésére adtunk egy pályázatot, Baranya megyében pedig a Karasica Vasasbelvárdi vízfolyás rendezése, és a következő akcióterv időszakban szeretnénk a Kapossal is foglalkozni. A Somogy megyei Rinya mederrendezése 2010-ig befejeződik. Milyen munkálatokat érint ez? Ugye ez kétfordulós pályázat. Jelenleg az első forduló, mint ahogy említette is, nyert. A kiviteli tervek, engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása van folyamatban. Úgy néz ki, hogy ezeknek a tervek e héten elkészülnek, ezután vízjogi engedélyezésre be fogjuk nyújtani. Terveink szerint a kivitelezést az jövő nyár közepén, júliusban el tudjuk kezdeni, és 2010 év végére be kell fejeznünk. Elegendő lesz ez a 716 millió forintos megítélt támogatás erre a feladatra? Hát egy igen komoly megelőzött gondolkodás, tanulmánykészítés sem vagyunk már túl. Ennek a 716 millió forintnak mindenképpen elégnek kell lennie, nem áll több keret rendelkezésünkre, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő, elég lesz. Hány embert érint ez közvetve és közvetetten? Hát ez Babócsa fölött Nagyatád térségében valósulna, mert mindegy 20 ezer ember él ezen a részen, ezen a területen. Itt pontosan milyen munkálatok fognak történni? Hát alapvetően ennek a három vízfolyásnak az előbbiekben említett mederrendezése valósul meg. Kapos folyónál folytatódik ez, ott milyen munkálatok fognak? A Kapos az már egy kicsit izgalmasabb kérdés, ugye itt az elmúlt időszakban főleg 2005-ben jelentős problémák voltak, főleg Kaposvárt érintően. Dombovártól szeretnénk a Kapos rendezésével foglalkozni, egész Kaposvár fölötti részekig. Alapvetően két részre bontanánk, egy Kaposvár alatti részre és egy Kaposvár fölötti. A Kaposvár fölötti az elsősorban egy árvízcsökkentő tározó létesítését jelenteni.
Ez milyen forrásokból valósulna? Szintén ebből az operatív program Európai Uniós forrásból valósulna meg. Nagyságrendileg milyen összeget takarna itt a Kaposfolyónál? Hát ez olyan 1,2 milliárd forint összeget emészt várhatóan fel. A Vasas belvárdi vízfolyás és a Karasica meder rendezését együtt tervezik megvalósítani. Miért van ez az együttes megvalósítás? Hát ez gyakorlatilag egy vízrendszernek tekinthető, hisz a Vasas belvárdi vízfolyás befogadója a Karasica. Mindenképpen a kettőt azért is kezeltük egyrészt, hisz azokon a szakaszokon felül, ami a vízügyi igazgatóság kezelésébe tartozik, a társulat is fejlesztéseket tervez, mindkét vízfolyás érintően, és hogy megfelelő befogadói feltételek biztosítottak legyenek, tehát ne akadályozza meg az alatta levő rész az ő fejlesztési elképzeléseik megvalósítását, terveztük, hogy hát ezt így komplexen akkor végre fogjuk hajtani az egész vízrendszeren. Az elmondottakon kívül, ugye ezeknek a fejlesztéseknek az is az előnye, hogy besegítenek a területeken működő vízgazdálkodási társulásoknak és önkormányzatoknak. Ez hogyan fog, miben fog megvalósulni? Hát elsősorban azzal, hogy ezeknek a rendezéseknek a kapcsán azok a befogadói feltételek biztosításra kerülnek, amik lehetővé teszik a fölötte levő részek fejlesztését. Szintén a társulatok tekintetében, szintén az önkormányzatok tekintetében. Szeretnénk az önkormányzatokat segíteni azáltal, hogy hát a befogadó vízfolyásaink rendezésével lehetőséget kínálunk az ő belterületi szakaszaik, csapadékvízzel vezető részeik rendezésére is. Picit még beszéljünk arról, hogy a Dráva-Mura torkolatán miért vannak szükség. Ez egy másik izgalmas kérdés. Ha nagyon egyszerűen úgy akarnám megfogalmazni a dolgot, akkor talán úgy kellene elindulnunk, hogy valamikor régen a torkolat mintegy 800 méterrel feljebb volt a jelenleginél. A Dráva építette a medrét, és jelenleg mintegy 100 méteres szélességű földsáv, illetve 6 évvel ezelőtt egy 100 méter szélességű földsáv választotta el a két folyót, majd az évek folyamán ez erodálódni kezdett, és jelenleg mindegy 40 méter. Egy nagyobb árhullám esetén a Dráva áttörhet a Mura medrébe, és az egy medernek kell gyakorlatilag levezetni a két folyó vízhozamát. Ez az alsóbb részeken, mivel a jelenlegi Mura meder elég közel van a gyékényes Mura-Keresztúr vasútvonalhoz, támadhatja. Adott esetben elbontatja a partot és veszélyezteti a vasút állékonyságát az őrtirosi vasútállomással együtt. Mindenképpen szükségesnek látjuk itt a probléma megelőzése miatt ezt a rekonstrukciót végrehajtani. Már hallgatni is sok, hogy mennyi feladat vár az elkövetkező időszakban az igazgatóságra, illetve a szakemberekre. Melyik lesz a legkomolyabb feladat ezek közül? Hát valószínű, hogy ez utóbbi, ugyanis itt egy nemzetközi egyeztetést lefolytatva kell megfelelő eredményre jutnunk, és természetesen még a természetvédőkkel is hát egy közös megállapodás alapján történő megoldást kell találnunk. Az elmúlt időszakban volt-e hasonló nagyszabású beruházás, vagy bármiféle hasonló tevékenység, ami kifejezetten akár az ökológiai egyensúlyt is érinthet? Hát sajnos itt a régiónban erről nem tudok beszámolni, úgyhogy ezért is várjuk ezeket a beruházásokat, hogy fejlődjön a területünk. A környéken élők milyen információkat, milyen tájékoztatást kaphatnak erről a beruházásról, hol informálódhatnak? Hát a lehető legszélesebb információkat szeretnénk a részükre biztosítani, szórólapokon, lakossági fórumokon keresztül. A vízügyi igazgatóságnak van egy honlapja, a projektekkel kapcsolatos információkat ott rendszeresen megjelentetjük. Működik egy közönségszolgálati irodánk, ahol a kérdéseket lehet feltenni, kollégáink ezeket megválaszolják. Központi telefonszámunkon bármikor be lehet jelentkezni kérdésekkel, és hát a legjobb tudomásom szerint igyekszünk válaszolni az érdeklődőknek. Európai Unió szempontjából mennyire kell komolyan odafigyelni ezekre a munkálatokra? Mennyire lesz szigorú az ellenőrzés az elkövetkező években? A tapasztalatok szerint nagyon szigorú ellenőrzésekre lehet számítani, úgyhogy hát ezért messze menőig minden szabályosan, minden dokumentálva kell végeznünk. A baranyai
somogyi vízfolyások országos viszonylatban? Milyen helyzetben vannak? Mennyire kell komoly forrásokat fordítani? Ugye itt több milliárd forintról beszélünk. Hát ugye itt a vízfolyások fenntartását igazgatóságunk végzi. Úgy néz ki, hogy hát azért ebbe a két megyében magasabbak a fenntartottsági arányok, mint az ország többi részén. Ennek ellenére sajnos vannak olyan vízfolyások, többek között, amit itt a projektek keretében rekonstrukcióra tervezünk, amihez már régebben volt hozzányúlva. Tehát aktuális, hogy elvégezzük ezeket a munkálatokat rajta, ezek szerint az új szemléletek szerint, amiket az elején említettem. Pontosan az elején beszélt arról, hogy ide több milliárd forint érkezik. Hogy lesz ennek a pontos beosztása? Mikor érkeznek a források? Meddig lesznek felhasználhatóak, és meddig fut ki a teljes projekt? 2013-ig mindegy 4,6 milliárd forint áll rendelkezésünkre, a három megyére összességében, tehát Baranya-Somogy és Tolna megyére. Ebből Baranya és Somogy megyére mindegy 3,2 milliárd forint jut. Az első akcióterv időszak itt az operatív programon belül az 2007-2008-ban zajlik jelenleg is. Itt mindegy 2 milliárd forint állt ilyen célra rendelkezésre. A következő időszak az a 2009-2010, szintén egy olyan 2 milliárd forint, és a 2010-2013-ra a maradék összeg 600 millió. Az összes megvalósíthatósági tanulmánynak mikorra kell ezek szerint elkészülni? Van egy végső dátum? Hát ezeket folyamatosan kell készítenünk. Ugye jelenleg a Rinya rendszer, vízrendszerrel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervdokumentáció a héten elkészül. A dráva muratorokkal kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatok elkészültek, a tervezés jelenleg folyamatban van. Természetesen itt komoly egyeztetések állunk elében. A Karasica-Vasas-Belvárdi vízfolyás tekintetében jelenleg a vízfolyás felmérése folyik, rövidesen a tervező kiválasztásra kerül, és hát elkészül szintén az előzetes környezeti hatásvizsgálat, és hát akkor megfelelő ütemezéssel folyamatosan haladunk, és 2013 év végére kell befejeznünk a fejlesztéseket. Mennyire biztos ez a 2003-as dátum, tehát jelen pillanatban a meglévő kapacitásokkal be tudja elfejezni az illetve. Mindenképpen azt tervezzük, hogy ennek meg fogunk felelni. Tehát egyelőre nem látunk olyan jellegű problémákat, hogy ne tudnánk ennek a feladatnak megfelelni. Zárásképpen látják-e már előre, vannak-e olyan hasonló regionális operatív programban megnyíló pályázati lehetőségek, akár Európai Uniós források, ami kifejezetten az ilyen típusú vízgazdálkodással kapcsolatosak? Hát ez a pályázati lehetőség, amiről most idáig beszéltünk, ugye ez a vízügyi igazgatóságok számára nyújt lehetőségeket, de emellett az önkormányzatoknak is van szintén ilyen akcióterv időszakokra bontott kül- és belterületi vízrendezés tekintetében pályázati lehetőség. Úgy tudom, hogy ebben a 2007-2008-as akcióterv időszakban, ami jelenleg is zajlik, több mint 600 millió forint állt az önkormányzatok rendelkezésre pályázataikhoz. Akkor sok sikert kívánunk a projekthez. Köszönjük szépen, hogy megtisztelte a stúdiónkat, illetve nézőinknek is megköszönöm, hogy figyelemmel kísérték műsorunkat. Viszontlátásra! Viszontlátásra!